Az első három puli a Hódgép udvarán, a Tornyai János Múzeum megnyitója, Németh László látogatása a Hódmezővásárhelyen. Csak három kép abból az 1500-ból, melyek Enyedi Zoltán hagyatékából a Szegedi Móra Ferenc Múzeumba kerültek. A Dél-Magyarország és Délvilág legendás fotósa rengeteg vásárhelyi eseményt örökített meg munkássága folyamán. Látásmódja teljesen egyedi, ráadásul sok kollégájával ellentétben precízen adminisztrált. Ezért is olyan értékes az ő hagyatéka. Ha mellé tesszük Liman Béla munkásságát, egy rendkívül színes és összetett történelmi palettát kapunk. 40 év korkülönbség van közöttük, hiszen Enyedi az 39-ben született, és Liban pedig 1899-ben. Ugye Liban Béla az végigélte a 20. századot, hiszen 1899-ben megszületett, és 1996-ban halt meg. Tehát 40 év különbség van, de azért is nagyon jól illeszkedik a két életút, hiszen Enyedi végigfotózta a Kádár korszakot, meg a rendszerváltozás korát, és ha visszamegyünk, Liban Béla pedig a Rákosi korszakot, a koalíciós időszakot, sőt a Horthy korszakot is. A két fényképész nem csak végigfotózta a történelmi korszakokat, de ott hagyták sajátos kézjegyüket ezeken a dokumentumokon. A fotókat rendkívül nagy munka feldolgozni, hiszen hatalmas anyaggal van dolguk a történészeknek. Amikor a Liban meg az Enyedi hagyatékról beszélünk, akkor nagyjából azért egy ilyen közel 50 ezeres merítésünk van, tehát most az előadás keretében ennek csak egy pici kiszeletét fogom bemutatni, és igyekszem az életútjukról beszélni, a fotós tevékenységről, illetve ezekről a bizonyos vizuális kódokról, hogy mit jelent ez, és mi ennek a jelentősége. Az úgynevezett vizuális kódokat persze nem csak a történészek és kutatók tudják feloldani, hanem az egyszerű szemlélők is. Ehhez persze ismerniük kell a 20. század történetét az első világháborútól a rendszerváltásig. Liman és Enyedi fotói segítségével azonban ez a tanulási folyamat is könnyebben megy.